Köszöntöm Önöket, ez a Győr Plusz Televízió sportmagazinja. Első bejátszásunk már is a Magvasi Mihály sportcsarnokban röpít minket, nem is egyszer, hanem mindjárt kétszer, hiszen az elmúlt héten a győri Audi Eto KC 3 napon belül kétszer is találkozott az érdel, előbb a Magyar Kupában, aztán a bajnokságban. Hogy ez a két találkozó hogy alakult, az most kiderül. A Magyar Kupa negyeddöntőjének első félidejében minden haladt a maga útján. 7-3-ra is vezettek a hazaiak, és a játékrészt végül 12-8-ra nyerték. Fordulás után aztán minden idők leglelkesebb érdje, no és minden idők leglelkesebb Szabó Edinája jött ki a Magvasiba. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 48. percben 21-19 állt az eredményjelzőn, vagyis az Eto nem tudta leszakítani ellenfelét. Nem volt az igazi a védekezés, támadásban pedig több zicsert is elhibázott a kupa címvédője. Ha ehhez még hozzáveszük, hogy a két játékvezető ténykedése is hagyott kívánnivalót maga után, akkor összeáll a kép. Ambros Martin vezetőedző nem véletlenül kért időt. Ezután aztán az utolsó 12 percben elfogytak a vendégek, az Eto pedig magára talált. Tessék kapaszkodni, egyetlen gólt sem kaptak. Lunde valósággal bedeszkázta a kaput, két óriási zicsert is fogott, míg Görbit sorban dobálta a büntetőket, Amori pedig az akciógólokat, így végül csak sikerült megtörni Szabó Edina együttesét, és nyerni 27-19-re, vagyis tovább jutni a legjobb 4 közé. Azért nagyon jó csapat ez az Érd, azért most is bebizonyította, ez főleg ezzel az agresszív védekezésével, meg hát nem adták fel a egy pillanatra sem, úgyhogy... Reméljük a második mérkőzésen, a bajnoki mérkőzésen már jobbak leszünk. A két csapat pénteken már a bajnokságban csap össze egymással, remélhetőleg egy kevesebb izgalmat hozó meccsen. A kupamérkőzésen nagyon-nagyon szoros csatát vívott egymással a két együttes. A meglepően szoros hétközi Magyar Kupa meccs után pénteken már a bajnokságban találkozott a két egylet. Nos, a bajnokin is szorosan alakult az első félidő, sőt 3-2-re vezetett is az Érd. Aztán 4-4-nél egyenlített a bajnoki címvédő, majd átvette a vezetést, és innentől kezdve folyamatosan lépés előnyben is maradt. 9-7-re és 12-9-re is vezettek Ambros Martin tanítványai, végül a szünethez 4 gólos győri forral 16-12-vel érkeztek a felek. Ez pedig így azt jelenti, hogy most már 5,5 perce nincs érdi gól. Orbán zicserben megejti Oguntoyét. Fordulás után aztán a 35. percben már 6 gólos volt a zöld-fehér előny, és Szabó Edina időt kért. Együttesén ez sem segített, mert bár ezúttal is akartak lányai, a bajnoki címvédő magabiztosan lépdelt előre, és növelte gólról gólra előnyét. A játékrész közepére Orbán találatával már 10 volt a különbség. Ez a meccs tehát nem úgy alakult, mint a Magyar Kupa derbi, az Eto ezúttal epizód szerepre kárhoztatta az Érdet. Végül 29-18-ra nyertek a hazaiak, akiknek már csak egy Békés Csaba elleni meccs hiányzik ahhoz, hogy egy kereken 4 éves veretlen szériát állítsanak fel idehaza. A legfrissebb hír a zöldfehérekről, hogy a klub szerződést hosszabbított Kovacsics Anikóval, Rafael Tervel pedig a szezon végén dönt, hogy folytatja-e pályafutását vagy sem. Ha igen, akkor minden bizonnyal a Rába partján. Jovanka Radičević és Andrea Lekic viszont biztos, hogy távozik a nyáron, ők új kihívásokat keresnek. Az Etóval kapcsolatban már fel is röppent az első név, a pletykák szerint a román Vülcsa átlövője Katarina Bulatović érkezhet Győrbe a holt szezonban. A hétvégén rendezték immár 11. alkalommal az Alkufer kupát, a 8. Horvát Ferenc emlékversenyt. Ezúttal is számos NB-s és megyei osztályú csapat vitézkedett és feszült egymásnak. Hogy zajlott egészen pontosan a torna, azt most megláthatják. A Puskás FC pedig egyet sem, miközben Horváth Rudolf megszerzi a vezetést a fehérmezeseknek. Ezzel a Moson-Magyaróvári Horváth Rudolf góllal indult a 11. Alkufer Kupa, egyben 8. Horváth Ferenc emléktorna felsőházi rájátszása. Az alsóház végső sorrendje már vasárnap délelőtt eldőlt. Bágyokszobát, Csorna, János Somorja, Dac, SVS-e, Győrszemere, Lipót és Ajka lett a rangsor. A legjobb 8 közé 2 NB3-as csapat, az MTE és a Puskás FC, 2 megye 1-es együttes, a Ménfőcsanak és az Öttevény, valamint 4 NB2-es, az Eto 2, a Veszprém, a Tatabánya és a házigazda Gyirmót FC jutott be. Izgalmasan alakultak a meccsek, gólokban, cselekben és látványos megmozdulásokban nem volt hiány. Az eredmények végül úgy alakultak, hogy az Öttevény lett a 8., a Puskás FC a 7., az Eto 2 a 6., a Csanak az 5. A bronzmeccset a Veszprém játszotta a Móvárral, a döntőt pedig a házigazda Gyirmót a címvédő Tatabányával.
A harmadik helyről büntetők döntöttek, és mivel Smatovicsék mindhármat kihagyták, Thiago pedig gólra váltotta az övét, a Veszprém lett a harmadik. Az első büntető Nagy Lászlóé, vagyis a Mosonmagyaróvár kezdi. Kifogja a veszprémiek kapusa Dániel Csaba. Az első veszprémi lövő Hevesi Tóth. Antallal néz farkas szemet, és mellé rúgja. 0-0. Smatovics a labda mögött. Az övét is kifogja a veszprémiek portása. Dániel Csaba. A második veszprémi büntető Thiago és Antal. Thiago berúgja. Ha Domanyik kihagyja, akkor vége. És kihagyja Domanyik. 2-1-re nyeri a 11. Alkufer Kupa bronzmérkőzését. Az MB2-es Veszprém azonnal jön a döntő. A Gyirmó Tatabánya döntő, akárcsak az egész torna, szintén izgalmasra sikerült. Tölgyesi állítja meg. Tölgyesi, gyönyörű játék, erős, belerúgja a kapusba, lekészíti, és vezet a Gyirmót. Balog a gólszerző! A mindent eldöntő találatot a hátvéd Balog Zoltán szerezte, így a kéksárgák letaszították a trónról a bányászvárosiakat. A torna legjobb kapusa a tatabányai Dombai András lett, a legjobb játékos pedig a gyirmóti Erős Gábor. Én nagyon jól éreztem magam igazából az Alkufer Kupán, és azt hiszem, hogy a csapat is egészen jól játszott, és úgy gondolom, hogy rászolgáltunk a sikerre. Azt nem tudom mondani, hogy különösebben készültünk rá, bár tény, hogy voltak termi edzéseink, de nem fektettünk rá olyan hatalmas nagy hangsúlyt, inkább szeretnénk tavasszal jól szerepelni, és amennyiben még van rá lehetőség, ugye természetesen van rá, hogy megnyerjük a bajnokságot, és feljussunk az első osztályba. Tehát ez lenne a legeslegfontosabb. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy volt pár játékos, aki talán jobban játszott, mint én, bár tény, hogy ugye megnyertük a tornát. Attól függetlenül azt mondom, hogy ez a csapatnak a sikere, tehát azt mondom, hogy a csapatból is több embernek is oda lehetett volna adni ezt a díjat. Én kaptam, egyébként örülök neki, és úgy köszönöm szépen. Akár személy szerint, akár csapat szinten lehet ebből a sikerből meríteni? Természetesen a siker, bármilyen siker legyen, az mindig összekovácsolja egy kicsit a csapatot. Akár egy edzőmérkőzésen is egy jó ellenfélen egy siker, ez mindig fontos. Tehát most azt gondolom, hogy megnyertük ezt a tornát, biztos, hogy ez is lendíteni fog rajtunk, és a felkészülést biztosan segítette. De amit mondtam, a legeslegfontosabb, hogy tavasszal a csapat legyen jó állapotban, és amit kitűztünk célt, megpróbáljuk elérni. A torna gólkirálya 7 találattal az Eto csatára Serfőző Bence, felfedezettje a szintén Etos Németh László lett. A Magyar Labdarúgó Szövetség Győrmoson Sopron megyei területi igazgatóságának külön díját a Ménfőcsanak kapta, a torna Fair Play díját pedig az Öttevény. A gyirmóti részönkormányzat által felajánlott külön díjat a Mosonmagyaróvár vehette át. A 11. Alkufer Kupa 8. Horváth Ferenc emléktorna a győztes házigazda örömittas fotózásával zárult, hiszen a serleg a helyére került. A múlt hét közepén immár 4. alkalommal rendezte meg adaptív ergométeres versenyét a Méhecske Közhasznú Alapítványa Győr Árkádban, Árkád Győrben. Az elmúlt hét közepén immár 4. alkalommal rendezte meg ergométeres adaptív versenyét a Méhecske Alapítvány a mozgáskorlátozottak, illetőleg az értelmefogyatékos gyerekek számára. Ott jártunk, forgattunk, ez következik most. 4. alkalommal szervezi meg a Méhecske Alapítvány országos viszonylatban ezt az ergométer versenyt. Ide nagyon sok az országban versenyzők jöttek, fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak, meg hallássérültek is, vakok is vannak. Több intézmény van, a Pető Intézet van Budapestre, a Dankorosok, Mosonmagyaróváron vannak különböző alapítványoktól, akkor van a Bárci iskola Győrből, az Éfóész van Győrből, a Fánó. 55 versenyzőnk van itt. Mit várunk a győri versenyzőktől? Ugye a Méhecske Alapítvány felkaroltja Lengyel Mónika, a paralimpia egyetlen győri résztvevője. Többen is vannak már, egyre jobban szélesedik ez a skála, több mozgáskorlátozott is jár már hozzánk versenyezni, vagy esetleg csak edzeni, így megemlíteném a Németh Szabolcsot is, aki már nemzetközi versenyeken is részt vett. Most készül Lengyel Mónika és a Németh Szabolcs eszembe világbajnoksági ergóra, és ezen kívül még, amire nagyon örülünk, a Virág Zsolt is már lejár ergót húzni. Mi az, ami a legjobban tetszett Londonban? Maga az a feeling, hogy ott vagyok. Például az nagyon tetszett, hogy mindenkit egyformán tapsoltak meg, szóval az elsőt az utolsóig, ahogy beértünk,
Az is nagyon nekem szimpatikus volt, hogy nem volt az, hogy csak az elsőket tapsolták, hanem mindenkit. Hát a város is nagyon tetszett, és tényleg nagyon odafigyeltek ránk, hogy nekünk milyen igényeink vannak. Volt térkép a metróútvonalról, hogy hol tudunk kiszállni, beszállni, úgyhogy nagyon jó volt. Az egyetlen győri paralimpikon voltál, aki részt tudott venni a londoni paralimpián. Mi történt veled azóta? Kell-e eleget tenned különböző meghívásoknak? Hogyan zajlik az életed? Egy meghívásom volt, ott voltak épsportolók is. Megint elkezdtem edzeni, volt egy kis kiesésem, egy kis sérülés miatt, úgyhogy most megint próbálom visszahozni ezt a szintet, és még jobb lenni, hogy Rióba is ott lehessek. A mai versenyen mit vársz magadtól? Mivel lennél elégedett? Versenyzel-e egyáltalán? Igen, versenyezni fogok. Most egyelőre ez ilyen házi verseny, úgyhogy majd hétvégén lesz egy versenyem, ott kicsit jobban kéne teljesíteni. Ez még inkább olyan felkészítő verseny. Persze itt is szeretnék azért egy jót húzni, de megmondom szintén, hogy inkább hétvégére tartogatom, ami bennem van, remélem. Melyik a fontosabb? Az, hogy versenyezzenek a gyerekek, vagy pusztán a sportnak, a mozgásnak a szeretete, a fontossága, meg annak, hogy együtt legyenek? Az lenne a számomra a legfontosabb dolog, hogy minél több sérültet mozgassunk a sport felé, mivel tudjuk azt, hogy ez nagyon jó az egészségi állapotuknak, javítanánk, egy közösségben lennének, együtt lennének, és drukkolnának egymásnak. Ők nagyon sok szeretetet tudnak, és őszinte emberek, ők ilyenek. A múlt hét közepén Győrben vendégeskedett a futszál válogatott, és játszottak egy jó ízűt a Rába Eto FC ellen. Az összecsapást gyakorlatilag Eto 1 és Eto 2 néven is emlegethetnénk. Hogy hogyan zajlott, pontosan melyik csapatba ki játszott, az most kiderül. Egy komolyabb szakasz kezdődik most ezzel a mérkőzéssel, mert ugye az EB selejtezőnk lesz március végén, és fogunk játszani majd még 4 nemzetközi mérkőzést, és most csináltunk egy kis edzőtábort, és hát ennek a záró eseményeként játszunk egyet az Etóval, amit már ősszel is szerettünk volna, csak akkor egyéb okok miatt nem jött össze. Most voltunk mi egy 2 napos edzőtáborban, és gyakorolgattunk, és én úgy érzem, hogy azért az Eto olyan csapat, hogy van egy olyan része, amelyik nekünk igenis megmérettetés, ha válogatott, ha nem. Úgyhogy egy jó kis meccsre számítok, azt szeretném látni, amit most az elmúlt napokban gyakoroltunk, illetve azért az is hozzátartozik, hogy így a keret nagyon keveset játszott az elmúlt évben együtt, és nekünk most minden mérkőzésre szükségünk. Hogyha már gyakorlás és edzőtábor, akkor az elvégzett munkával mennyire elégedett? Ebben a 2 napban elég jól mozogtak a srácok, úgy gondolom, hogy frissek voltak, jó hangulattal végeztük a feladatokat. Nyilván az, hogy ez mennyire lesz hatékony, azt majd akár már ma is egy picit látja az ember, illetőleg majd a elkövetkezendőkben. De nekem az a lényeg, hogy márciusra alakuljunk meg annyira, hogy a csapathoz mérten a maximumot tudjuk adni. És hogyha már március és EB, akkor milyen esélyekkel indulunk? Úgy néz ki nagyon a előselejtező körünk, hogy a francia-montenegró párosból kerül ki a 4. csapat a finnek és az olaszok mellé a csoportunkba. Azt mondom, az olaszok azért az egy más dimenzió, más kategória, mint mi. A másik 2 ellen viszont van esélyünk, és mindenképpen szeretnénk tovább jutni a csoportból a playoffra.
A következő bejátszásunkkal pedig egy új rovatot indítunk, amelyet egész egyszerűen Baleka pályán névvel illetünk. Első alkalommal, mert hogy ez arról szól, hogy egy átlag műsorvezető, egy átlag ember ellátogat egy sportegyesülethez és kipróbálja annak sportágát. Szóval első alkalommal a Széchenyi István Egyetem falmászóihoz látogattunk el, és Bodogán Ferenccel, Fecóval közösen ismerkedtünk meg a falmászás rejtelmeivel. Ez következik most. Mi az, amire mindenképpen figyelnem kell? Mire számítsak? Ez először is egy mászófal, egy mászóterem. Mire számítsál? Mi az, ami szokatlan lesz? Mi az, ami nehéz lesz? Milyen fájdalmaid lesznek utána? Milyen fájdalmaid? Hát ami legnagyobb igénybevétel az ujjaidnak lesz. Ez komoly? Az ujjaid, igen, igen. Ujjad, alkarod és a... Hát alapvetően ez. A kutána, ami a legfontosabb az, hogy mindig lábból kell mászni, hogy az ujjadat kimérjük, minél többet kell a lábadat használni. A mászás technikája, kisfiú Zalán először mászik falon, és a legfontosabb is azt csinálja, hogy mindig három ponton van a falon, három fix pont. Vagy a két kezed és egy lábad, és akkor az egyik lábaddal tovább tudsz lépni magasabbra. Hogyha van két fix lépésed és egy fix pontod, akkor tovább tudsz nyúlni kézzel. Uh-huh. Ez az alap, és így tudsz szépen fölfele haladni. Zalán mennyi idős? Zalán? 4-5 éves környékén. Jézusom! Ami nagyon-nagyon fontos, iszonyatos tériszonyom van. Tehát a létre második fokán félek. Ez jelent-e bármifajta nehézséget? Hát, jelenthet. Ajaj! Nem hangzik jól. A lényeg az az, hogy ha fölész, ne nézzél le. Uh-huh. Nézzél magad elé, és amikor jönnél le, bármikor abba hagyod a mászást, vagy elfáradsz, vagy beleülsz, nézzél magad elé, a kötelet engedd el, úgy tud magad stabilizálni két kézzel, ha a kötelet fogod, beleülsz, akkor elkezdhetsz forogni. Ez sem hangzik egyébként rosszul. Hát de, hogyha forogsz és háttal nekicsapódsz a falnak, az már kellemetlen, de hogyha a kötelet elengeded, kiteszed a két kezed, két lábad magad elé, akkor már stabilizálod magad. Tehát mindenképpen minimum három ponton célszerű. Arra kell törekedni. Arra kell törekedni, hogy három ponton rögzítve legyek. Látom még ilyen nagyon nagy fogások, bazilika kilincsek vannak, addig könnyű dolgod van. Jó, a foglalkozás végére el fogunk-e jutni arra a vízszintes falra? Nem mondom, hogy nem kizárt. De most teljesen, tehát volt már olyanra példa, hogy valaki teljesen avatatlanul elment oda? Nem, azért, mert itt felső biztosítással mászik a kisfű. Igen. Ahhoz, hogy plafon tudjál mászni, látod, ott nincsen befűzve kötél, ott neked elő kell tudnod mászni. Az egy külön technika, azt meg kell tanulnod. Ahhoz csomókat kell megtanulnod, kötni, és akkor meg kell tanulnod magát az akasztás technikáját. Jó, akkor kezdjük az alapokkal. Kezdjük az alapokkal, igen. Ezt kell bekötöd a karabinerbe. Beleteszed, és most visszacsavarod a nyelvét. Teljesen? Igen, úgy ütködésig. Ez elvileg ennyi? Ennyi, igen. Pár csavarás. Ez itt jó? Ez a biztonsági csomó. Mindig ezt kell nézni. Ha a biztonsági csomód megvan, akkor a csomó, ami téged megtart, akkor az még biztos, hogy megvan. Mielőtt elindulsz mászni, megkérdezd, hogy biztosítalak-e. Biztosítasz? Igen, és azt mondom, hogy biztosítalak, ekkor én leellenőrzöm a felszerelésed. Ilyenkor kell megnézni a beülőn a csatokat, lábodnál, illetve a csomót, és megnézni, hogy a karabiner az jól van-e benne. Ez egy olyan kis szertartásnak tűnik igen, nekem. Igen, és te ugyanúgy leellenőrz az én felszerelésemet. Leellenőrzöm, igazából leértek hozzá, igen, de... És akkor ez megtörtént, akkor odamész a falhoz, és meg...
Megkérdezed azt, hogy mászhatok? Mászhatok? És addig nem indulsz el, amíg azt nem mondom, hogy mász, mert akkor biztos, hogy figyelek. És azt mondom, hogy mász, és akkor elindulhatsz. Jó, ez kicsit jobban hangzik ez a szertartás, mint a jó létet, szép halált. Hát ezután, a másfél évvel után mondom neked, hogy azt a falat nem fogjuk elérni. Már érzem a kezem. Már érzed a kezem? Aha. Na itt azért már kezdek félni. Mehetek még? Mehet, persze. Hoppá! Hoppá, még nézzél ki az ablakon, mászál fel odáig. Fújt fel rácsos üveg, nem tudok rajta kilátni. Igen. Ez nagyon jó. Ez volt az első. És egyből felmentél. Elfáradtál? El. Próbáld meg mászó cipővel. Nincs olyan különbség. Right on. Az egyenes falat tökéletesen teljesítetted ja, a következő nehézségi szint, amiben még nincs áthajlás, nincs plafon, és hát áthajlás van benne, de plafon nincsen, az a belső fal. Az mit jelent az áthajlás? Laci, ja, akkor meg is nézheted, hogy hogy kell majd mászni, fogsz mászni. Aha. És itt majd még tudsz csalni, és te van egy oldalfal, ahol tudod tehermentesíteni magadat. Itt egy nagyon fontos az, hogy a csípődet próbáld közel húzni a falhoz. Ez a súlypontod minél közelebb van a falhoz, annál hatékonyabb lesz a válasz. Aha, annál inkább megkönnyítem a saját magam dolgát. És hogyha nem a tiszta áthajlásban szeretnél mászni, akkor a bevágást és az oldalfalat is használhatod, főleg lépni. Hoppa! Ez sok volt? Hogy? Sok volt, amit megpróbáltam? Nem, csak az a piros, amire ráugrottál, az nagyon pici fogás. Aha. Ez a biztosító eszköz reverzó, neve? Reverzó. Használású, hogy rajta van a felhasználás, hogy hogyan kell. Mászó ember, biztosító ember. Megnyírod melyik a mászószál. Viszont megtöröd a kötelet és beteszed a karabinerodba. Ez mind a kettőt? Mind a kettőt, igen. Igen. A filmet is visszatekered. Ez fontos. Igen. Mindig legyen benne a kezedben. Annyit kell majd csinálnod, amikor mászik felfel a kriszta, ezt a szállat. Jobb vagy bal kezes, vagy ezt nem bal. Bal, az tökéletesen is. Ezzel a kezeddel húzod, húzod a kötelet, úgyhogy ez mindig közel legyen. Ha húzod körülbelül eddig egy pár centi, hogy nehogy becsípje a kezed, itt összefogod. Igen. És akkor várjál, mutatnám így, hogy én hogy csinálom, és akkor húzod, ezzel összefogod. Igen. Akkor a kezeddel újra fogsz. Aha. És akkor megint tudsz egyet húzni. Itt lejön, megint összefogsz.
Ezt sose szabad elengedni. Tehát nem szabad elengedni? Sose szabad elengedni. Jó. Amikor éppen nem mozog, igen, akkor elfogod így, akkor így fogod meg a kötelet, és lehúzod a combodhoz, és ezzel fixálod. Megtöröd a kötélszát, ha beleesik, akkor is ugyanezt kell csinálni, le kell húzni a combod már. Valami olyasmit azért kéne csinálnunk, hogy te biztos itt legyél mögöttem. Itt leszek, ezt folyamatosan fogni fogom. Nem akarlak bántani, de azért meleg a pite, jó? Tehát... Más. Egy nyúlásra vagy a céltól. Melyik az? Citromsárga. Folytatod innét? Nem, megadtam. Akkor mondjuk úgy, hogy top minusz. Nagyon fárasztó. Igen. Nagyon fárasztó. Igen, igen. Hú. Közben lehet, már el is mentünk innen. Ha most ez a csavar szorult volna, nem tudtam volna kitekerni. Menet közben, hogyha be van feszülve, akkor rendre tekerni. Nem úgy értem. Ha most... Ja, hogyha rászorult volna. Nem tudom megfogni. Ilyenkor van az, amikor be vagy kötve, és a saját csomódat ki kell bontani.
beleesés után, akkor az megint csak nem megy. Ez nagyon durva. Ügyes voltál. De hát első próbást, másik próbálkozásra felmentél lehet, úgyhogy fizikummal nincs probléma. Jöhet a következő kihívás. Azt mondod? Aha, persze. Pihenj egy picit. Mindig a két kezed között legyen, az fontos. Jó. Oké. Itt nincs is olyan, amivel el tudnám kezdeni. Azt a mindent. Most próbáld meg föltenni a lábad a falra, vissza, tedd vissza ilyenkor. Erre? A plafonra. Várjál. Ne a kötélben kapaszkodj. Az az. Ügyes. Nyújj tovább. Nagyon jó. Ügyes. Még egyet tovább, a zöldre, a nagy zöldre. Gyerünk. Szedd össze az erőt, gyerünk. Elfogytam. Nem tudom. Nagyon elkészültem. Én gondolt, hogy tovább folytathatod. Gyerekek, ez nagyon durva. Nem menet közben kell beszélgetni. Szétmásztad a Géza mászló ciklőjét. Most mit csináljak? Mi az, amit konklúzióként levonhatunk? Tehát, hogy lesz-e belőlem Sir Edmund Hillary? Első alkalmas pászolként nagyon eredményes volt, és gratulálok. Szuper, oké, és mi az, amire mindenképpen figyelnem kell? A lábadra. Minden többet lábból mászni, és akkor az alkalom nem fogom irányt fáradni. Fecó, köszöntöm szépen. Örülök, hogy kipróbáltad. A következő beszélgetésünk elé pedig mutatunk önöknek egy nagyon rövid bejátszást. A 2013-as Hungarian Open a Győr-Szent Iváni Molnár-Víd Bertalan közösségi házban. Magyarország, de minden bizonnyal a Dunántúl legnagyobb nyílt légfegyveres versenye iránt ezúttal is óriási volt az érdeklődés, hiszen nagyjából 200 pisztolyos és puskás állt céltáblák elé. Úgy, hogy a futó céllövők nem is indultak. Február végén ugyanis Dániában rendeznek légfegyveres Európa-bajnokságot, és bár a Hungarian Open is válogatott erre a versenyre, a futó céllövő szakág úgy döntött, inkább a linci nemzetközi viadalon komoly versenyhelyzetben tartja második mustráját az EB-re. Ausztriába ugyanakkor a mostoha időjárás miatt nem sikerült kijutni, ezért egy rögtönzött hazai válogatót tartottak a futócélosok. Hogy milyen eredménnyel zárult, többek között erről is beszélnek magazinunk vendégei. Na hát így történt, hogy ezen a bizonyos Hungarian Openen idén nem volt futó céllövő szám, és ennél fogva a győri sportlövők nem voltak ott, de hogy mi is történt egészen pontosan ezen a hétvégén, az most kiderül. Beszélgetésem két meghívott vendége itt ül velem szemben, Lacik Zsolt, illetve Boros László, szervusztok, köszöntelek benneteket a műsorban.
Lezajlott-e a válogató, ha igen, hol és milyen eredménnyel zárult? Ez az első és egyben legfontosabb kérdésem. Igen, sikerült, mivel a fiúk nem jutottak Erlinzbe, azon a szép téli hétvégén, hogy úgy mondjam. A szépet idézőjelben értjük. Idézőjelbe. Ezért gyorsan döntött az edzőbizottság, és mivel Keszthelyen tudtuk legközelebb összeállítani a pályákat erre a versenyre, vasárnap sikerült Keszthelyen lebonyolítani, levonult az egész magyar élmezőny, illetve mezőny nagy része Keszthelyre, és lebonyolítottuk a második válogatott, hogy hétfőn tudjon dönteni az elnökség a Odenzei Európa-bajnokságra utazó sportlövő válogatott keretről, amiben a futó céllövők is érdekeltek voltak. Sike József ugye magabiztosan nyerte az első válogatót, az ő szereplése majd, hogy nem borítékolható volt, rajta kívül kik utaznak még? Igen, megjegyzem, a első válogató második helyezett Boros László volt, szintén a Patent Győri Lövészkör. Most olyan egészen nyugodtan, ez te vagy. És a második válogatón Sike József ismét nyert, illetve László a harmadik lett. A második helyre Tasi Tamás, a HKLK Honvéd Kossuth versenyzője jött be, így ők hárman fogják alkotni a magyar válogatott február 25-től március 2-ig lebonyolítandó Európa-bajnokságon. Túl vagytok a válogatón, mennyire izgultál előtte, azért most már kvalifikáltad magad, nem az első felnőtt világversenyedre, jól emlékszem én erre. Igen, nyilván, ez most már a sokadik, hiszen talán a harmadik felnőtt EB-m lesz ez most már így, én sorban, és ugye nagyon örülök, hogy így alakult végig is a csapat, hiszen ugyanaz a csapat lesz most kint az EB-n, mint aki a VB-n is most Stockholmban, és azért elég jó összeszokott tímet alkotunk szerintem így mi hárman. Sőt, hát gyakorlatilag ketten klubtársak vagytok. Igen, Józsival klubtársak vagyunk. Jelent ez bármifajta előnyt? Mondjuk ott a helyszínen? Igazából előnyt nem jelent, tehát hogyha nem lennénk klubtársak, akkor is ugyanúgy viselkednénk egymással, akkor is egy összeszokott csapatról lenne szó. Csak csapatban indultok, vagy egyéni címekre is hajtatok ezen az Európa-bajnokságon? Ja, nálunk ez úgy működik, hogy lelőjük az egyéni számainkat, és akkor ezekből rakják össze a csapatot. Tehát a csapat az nem lő külön, hanem az egyénieknek adják össze az eredményét, és így jön ki a vége. Magyarán egymás ellen is versenyeztek, meg egymással válvetve is. Igen. Melyik lesz az izgalmasabb? Egymással válvetve. Az izgalmasabb lesz? Igen. Miért? Hiszen a többiek ellen küzdünk. Na jó, de mondjuk Sike József világbajnok, azért ő ellene küzdeni szerintem nagyobb megmérettetés. Lehet, hogy nagyobb megmérettetés, nagyon örülök neki. Nagyon örülnék neki, hogyha, hogyha bajnok lenne. Mint ahogy ő is nagyon örülne annak, hogyha én esetleg bajnok lennék. Vagy a csapatnak a harmadik tagja. Hogy zajlott a válogató? Érvényesült-e a papírforma? A futócélnál maradva? Igen, érvényesült. Maradjunk, illetve az előző kérdésre visszatérve egy kicsit, tényleg érdekes, a fiúk egymásért drukkolnak, holott egymás ellen is harcolnak, de ugye a csapatban, mivel ugyanaz az eredmény számít, tehát tényleg egymásért drukkolnak, hogy bárcsak a másiknak jól sikerüljön, akárhogyha esetleg még őt le is győzi, de csapatban annál jobb a csapat. Világos. Nem sikerült sajnos kijutni Linzbe a fiúknak. Ezen a bizonyos válogatón mondjuk hány győri volt érdekelt? Nem lett volna egyszerűbb így Győrben megrendezni? Célszerűbb? Lehet, hogy így egyszerűbbnek tűnik a dolog, illetve okultunk a helyzetből, de tulajdonképpen azt történt, hogy személyes meghívót kaptak a fiúk, a Sike és a Boros Laci, valamint a Tasi Tamás, és tudtuk, hogy Linzbe gyűjtik össze Európa legjobb futó céllövőit ebbe az időszakba. Így van, és mi azt szerettük volna, hogyha az Európa-bajnokság előtt egy nagy megmérettetésen vegyenek részt, nyomás alatt lőjék le a válogatót, és jobban kijönnek talán így a különbségek, és tényleg a legjobb csapatot fogjuk küldeni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem a legjobbat küldjük most, de szerettük volna, hogyha egy nagyon húzós versenyen találkoznak Európa élmezőnyével. Ez megjegyzem, nem fog elmaradni, mert Európa egy részével, legalábbis a keleti részével fognak találkozni Szlovákiába két hét múlva, tehát oda ki fognak menni, majd következik egy tatai edzőtábor. Ez egy olyan, ez a szlovákiai egy olyan formában hozó vagy formában tartó verseny? Inkább ő náluk már formában tartóra gondolok, de természetesen, hogyha feljebb tudjuk tolni a követségeket, illetve többet tudnak lőni, annak csak örülni fogunk, de
Sike Józsi például olyan eredményeket lőtt a válogatókon, amit ha fog tudni tartani, akkor már nagyon örülni fogunk. Azt mondta az Imre Zsolt, a vezetőedzőtök, hogy nyomás alatt kell teljesíteni. Ahogy téged ismerlek, hát mondjuk lövés közben is meg lehetne akár műteni. Tehát nem vagy az a heves vérmérsékletű. Hát általában nem, azért külföldön az ember nyilván szokott kicsit izgulni. Igen? Ez meg is látszik a teljesítményemen, hiszen itthon nem tudom, hogy azokat a kerettséget hozni, mint külföldön. Tehát ez talán az edzőm szerint ez különleges adottság, hogy igazából nagyobb súly alatt tudok jobban teljesíteni. Komolyan? Igen. Nem tudom, hogy a kedves nézők tudják-e rólad, és lehet, hogy nekem is csak fél információim vannak. Nem ihatsz, vagy nem iszol kávét? Ez hogyan van pontosan? A Hungarian Open-en volt alkalmam beszélgetni Sidi Péterrel. Igen. És ő azt mondta, hogy ő simán iszik. Szerintem ezt nem erre válogatja, de nyilván sportolónak nem érdemes innia, hiszen a kávénak a fiziológiai hatásai miatt az ember megnöveli a vérnyomását, gyorsítja a szívverést, és azért ez lövés közben nem igazán jó. Tehát amikor a fegyvercsöve a vérnyomás vagy a púzusnak az ütemében mozog, az, az nem előnyös egy versenyen. Nem ihatsz, meg van tiltva, vagy nem iszol? Edzőm sem mondta, hogy nem ihatok, de miért is innék? Hát nem tudom, hogy mondjuk, hogy felébredjél, vagy... Ja, szerintem sportolóknak ezzel nincsen gondjuk, hogy, hogy felébredjenek. Megvan a szokásos rutin. Jó, beszélgessünk egy kicsit a Hungarian Openről. Hogyan zajlott, ugye itt volt Sidi Péter, és egyből ez is egy válogató verseny volt az Európa-bajnokságra. Így van, az elmúlt évek hagyományainak megfelelően rekordnevezés érkezett ismét. Tudva levő, hogy kétnapos a verseny, 40 lőállást tudunk produkálni. Kézilabda nagy pályanagyságú küzdőtérre kell gondolni, 40 lövő fér el, többet nem tudunk, másfél-két óránként mennek le a sorozatok, így gyakorlatilag 160-200 nevezést tudunk elfogadni. A két nap alatt ennél többet nem, hát ismét előfordult az a helyzet, ami eddig minden évben, hogy elég sok nevezést vissza kellett utasítanunk, természetesen hát elsősorban ezek azok a magyar versenyzők voltak, akik nem feltétlenül az élmezőnyhöz tartoznak, tehát a külföldivel, illetve magyar olyan versenyzővel, aki az első felébe található a mezőnynek, ilyen nem fordulhat azért elő, mert őnekik is válogató verseny volt ez a verseny. Jó sikerült a verseny. Hát, ami érdekesség volt, hogy Európában először, mivel ettől az évtől működik ez a dolog, első alkalommal bonyolítottak le úgy versenyt, hogy az új döntőket kellett levezényelni az új döntők szerint, ami sokkal kielezettebb küzdelmet hoz a versenyzők közt. Alaperedményt nem viszik magukkal a versenybe, a legjobb 8 versenyző, hanem tiszta lappal indul mindenki a döntőbe, a legjobb 8, és itt kieséses rendszer, tehát először a 8., 7., 6. és így tovább esnek ki, és a végén marad a győztes. Nagyon jó vizsgázott úgy a technika, úgy a számítógépes programok, mint a magyar bírók, tehát nagyon sikeresen lebonyolították ezt a versenyt, és közmeleg elégedésre. Ráadásul, hogyha minden igaz, akkor úgy változtak a szabályok, hogy tizedelik a pontokat. Ez mit jelent egészen pontosan? Hát az alapversenyt is tizedelik a puskásoknál, a pisztolyosoknál nem. Eddig csak a döntőket tizedelték, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy körettséget még 10 részre osztanak. Tehát ha valaki lő egy 9-est, a másik egy kicsivel jobbat, az 9,1 vagy 9,2, tehát a 9-es és a 10-es körettség közti részt még 10 részre elosszák. Szorosabbá válik ezzel a mezőny, mondjuk a végeredményt tekintve, vagy... Nem, jobban vagy szétszórja a mezőnyt, az a cél, hogy minél nagyobb különbségek jöjjenek ki, ne legyen köregyenlőség, és tényleg a legjobb nyerje. Született-e valami korszakalkotó eredmény? Gondolok arra, hogy mondjuk Sidi Péter nyerte. Hát Sidi Péter nyert, nagyon jó eredménnyel nyert ő is, tehát őnála is el lehet szerintem mondani, bár nem vagyok a puskás szakágnak a specialistája, de ugyanúgy, mint a futó céllövőknél, tehát több, mint biztató az eredménye, ugyanúgy el lehet mondani, mint a Sike Józsira ezt az eredményt. Hát a biztos lányoknál, vagy hölgyeknél a másik olimpiai 6. helyezett Csonka Zsófia nyert pécsi versenyző, szerintem ez se egy túl nagy meglepetés, illetve hát a felnőtt hölgyeknél puskába Biatowski Mira, Európa bajnok,
szerintem ez se túl nagy meglepetés, de jó kis csapatok alakulhatnak ki mindegyik számba, tehát puskába, pisztolyba, és reményeink szerint futócélba is jól fognak szerepelni a magyar csapategységek. Reméljük, Európa bajnokság. Mit várunk? Mit vársz? Töltény lesz nálad, ugye? Igen, azt nem kell kérni. Most nem felejtünk elvenni semmiképpen. Hát nem tudom, szerintem tisztes helytállás, ez a lényeg. És ugye a VB-n... Bocsátkozzunk helyezésbe, hát vagy számokba. A VB-n felbuzdulva, szerintem mondhatjuk azt, hogy az első 10 helyezés valamelyikért szeretnénk megcsípni. Első 10 egyéniben, vagy csapatban? Első 10 egyéniben, nem tudom, csapatban mit merünk mondani? Csapatban mit merünk remélni? Magyar futó céllövő csapat mindig éremér megy. Világos. Lacitól személy szerint mit vársz? Első 8. Első 8 többiek. Sike József. Sikétől is feltétlen. Az első 8 sikével szemben nem is tudom, egy alsó elvárás? Nem akarok terhet tenni egyik versenyzőn vállára se. Értem. Elég sok múlik itt a pszichés állapoton is, sportlövészetben köztudott. Én szerintem első 8-ra jók, küzdjenek azért, aztán majd meglátjuk, bármi lehet. De a két győriben lenne az első 8-ban, azt hiszem, ezt most elfogadnám. Harmadik versenyző, Tasi... Tamás, hát ő neki kicsit gyengébb ment a világbajnokságon, tudva levő, hogy a mi két versenyzőnk szerzett érmet, sajnos a csapatérem így se jött össze, biztos okai vannak, meg vannak az okai, ő ezt az edzőjével gondolom megbeszélte, erről nem kívánnék beszélni. Ha minden igaz, akkor te utazol a csapattal, mint csapatkoordinátor? Mint szövetségi edző, én leszek a futócél szagáknál, tehát dr. Hammer László, ugye megbízott szövetségi kapitány, és megy három szövetségi edző, egy puska, pisztoly, illetve futócél. A futócél csapatot én vezetem. Európa-bajnokságon kívül kicsit távolabbi jövőbe tekintve esetleg más versenyek, ahol indulsz? Hát nyilván lesznek szokásországos bajnokságok, mind 10 méterem, mind 50 méterem. Tehát, és még nagyon fontos megelőtt a nyáron lesz még Németországban, Zulban a tűzfegyveres Európa-bajnokság. Tehát robbanófegyveres Európa-bajnokság. Melyik áll közelebb a szívedhez, a robbanó vagy a légfegyver? Hát talán most a tavalyi VB miatt inkább a légfegyver, most egy kicsivel közelebb áll. Hogyha csak most? Hiszen abban nyertem ugye az ezüst és a bronzérmet. De egészen odáig a robbanófegyver volt? Addig nem nagyon osztottam külön a kettőt, de talán most a légfegyver csak közelebb áll hozzám. Azt mondd el nekem, 50 méterről hogyan lehet eltalálni a mekkora a tízes? 6 cm átmérőjű. 6 cm, 50 méterről. Igen. Szerintem nem tudnék mutatni olyan embert, aki ellát odáig. Mi is csak távcsővel tudunk ellátni odáig, tehát... Ja, hát ez így igen. Igen. Annyi segítségünk van. Nyilván, hát sok gyakorlás kell hozzá. Meg jó edző, aki megmondja, mit kell csinálnunk. Akkor a jó edző nyilván azt is megmondja, hogy milyen versenyek várnak még rátok, illetve mit kell tudnunk mondjuk a Patent Győri Lövészklub mostani helyzetéről, életéről, hogyan zajlanak a mindennapjaitok? Hát most felkészülés lesz az EB-re, tehát erre áldozunk minden edzést, illetve erre összpontosítunk. Aztán, mint mondottam, kimennek a fiúk Szlovákiába, mind a ketten, egy formába tartó versenyre, vagy formába hozó, ahogy nevezzük, Tatán töltenek utána egy hét edzőtábor, majd lesz az utazás Odenzébe. Ezt követően lesz egy légfegyveres sportlövő országos bajnokság márciusban, majd kimegyünk a nagy lőtérre, tehát a robbanó fegyveres edzéseket elkezdjük, mert nyár végén lesz a robbanó fegyveres Európa-bajnokság, majd az országos bajnokság. Előző kérdésre visszatérve, a 6 cm-es 10-esre, ez a cél mozog is nálunk. Egy 10 méteres nyiladékon 2,5 másodperc alatt megy át ez a cél. 2,5 másodperc alatt úgy, hogy a fegyver nem lehet válva a lövőnek, a csípővonal magasságába lehet maximum, és a 2,5 másodperc alatt felemeli, válva teszi, megcélozza, meglövi. Ebbe az a nehéz, hogy mozog is ez a cél, és időkorlát van. Jól hangzik. Mit kívánhatunk Európa-bajnokságra? Mi az, amivel elengedhetlek benneteket? Én a tisztes helytállásnak megköszönném. Akkor egy tisztes helytállást kívánok, meg jó egészséget, és minél több tízest? Jól mondom? Igen. Minél több tízest. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.
Szokásunkhoz híven a kedves nézőktől még mielőtt elköszönnék, azelőtt természetesen ezúttal is játszunk, illetve eredményt hirdetünk. Múlt héten ugye azt kérdeztük önöktől, hogy hányadik helyen telel a Gyirmót a labdarúgó NB2-ben. Nos, a helyes válasz a negyedik pozíció, és egy E-Fit bérletért, egy a Yakuza Fight Club által felajánlott E-Fit bérletért zajlott az e-mail háború. A helyes megfejtőnk pedig nem más, mint Kis Imre. Neki szívből gratulálunk, egy darab E-Fit bérlet büszke birtokosa. Természetesen ezúttal is játszunk, és a kérdésünk megint csak a Gyirmóttal kapcsolatos, egészen pontosan az Alkufer kupával. Úgy hangzik a kérdés, hogy most a hétvégén hányadik Alkufer kupát, egyben hányadik Horváth Ferenc emlékversenyt, emléktornát rendezték a Magvasi Mihály sportcsarnokban. Játékunk pedig ezúttal egy darab 10 alkalmas showbarlang bérletért zajlik. Az e-maileket a sport@gyorplus.hu e-mail címre várjuk, és természetesen innen fogunk majd sorsolni. Nos, én most köszönöm meg a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra! A műsorvezető öltözetét a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította. A játékhoz a nyereményt a Yakuza Fight Club ajánlotta fel, több mint küzdősport. A műsor helyszínét a Cosa Nostra Pizzeria és Cocktailbar biztosította.